vagy. Ne haragudj, muszáj menet közben telefonálnod. Oda fogunk érni. Figyelj, attól, hogy a szád elé tartod, mint egy köpőcsészét, még ugyanolyan szarú vezetsz. Várj már egy pillanat. Tényleg nincsen egy headseted, amit be tudnál tenni? Várj már, keresek headsetet egy pillanat, mert anyós ülés, pánikol, egyszerűen nem tudok... És most amúgy lábbal kormányozod az autót? Vagy tényleg így mivel? Telepátiával? Írok egy SMS-t inkább, leteszlek, mert ez így nem megy, jó? SMS írok, írok egy SMS-t. Mindjárt meghalunk komolyan. Jó, figyelj, tényleg, én most fogok kiszállni, komolyan mondom, ezt csinálod. Kiszállsz menet közben? Hát, figyelj, SMS-ezel menet közben? SMS-ezel menet közben, nye-nye-nye-nye-nye. Hogyha fáradt vagy, akkor tartsunk pihenőt. Nem kell, felfissítem magam. Irodalom tanára már említettem. Hogyha nem állsz ki most azonnal, akkor komolyan mondom, hogy én foglak felpofozni. Nem fogok kiállni, nem vagyok csíra! Az a papír eltakarja a szemedet. Hadd adjam én oda! Nem kell, csak a vizemet akarom, megoldom magamnak. Jó, fogjam a kormányt én. Bele ne nyúj, az a legrosszabb! És most mit matadsz? Semmi, a rágóm, keresem. Mióta elindultunk, elő kellett már keresned a dobverőt, a jégvarásos úszógumit, a zöld labdát, a meghatározhatatlan színű labdát, és ezt az undorító külsejű virágtartót is, és 40 perce jöttünk el otthonról. Aludjál végre egyet, ott leszünk, mire felébredsz. Tudod mit? Az lesz. Uramisten, képtelenség normálisan nyugodtan vezetni mellette. Nem tudok aludni hangzavarba. Mondom, én meg nem tudok vezetni miattad. Jó éjszakát.